Nagyon szépen köszönöm. 90. születésnapja alkalmából ajándékokkal köszöntötte Csekovszky Árpádnét Horváth Tamás polgármester, Dunai Mónika Rákosmente országgyűlési képviselője, dr. Bakos András alpolgármester, valamint Rózsahegyi Péter Rákosliget önkormányzati képviselője. Edit néni gyermekei és unokái társaságában fogadta a vendégeket, majd nem sokkal később virágokkal a kezükben megérkeztek az ünnepelt barátai, ismerősei, illetve a Csekovszky Árpád művelődési ház munkatársai is, akik egy dal közös eléneklésével lepték meg a szépkorú hölgyet. Amennyi fűszál van a tarka mezőben, annyi áldás szájon, mi eljük fejére. A néhai keramikus művész Csekovszky Árpád özvegyét Edit nénit sokan férje munkássága által ismerték meg, azonban amint azt az ünnepelt elárulta, anyai nagyapja 1899. szeptemberében, Rákosliget születésnapján az első között volt, aki átvehette lakásának kulcsait a kerületrészben, ahol a család azóta is él. Edit néni az elemi iskolát a Hősök terén lévő általános iskolában végezte, majd egy budai református gimnáziumban érett. Unokatestvérei révén 15 éves korában ismerkedett meg Csekovszky Árpáddal, akivel 1956. december 1-én házasodtak össze, majd egy lányuk, egy fiúk és három unokájuk született. Az ünnepet továbbá elárulta, mivel tölti szabad idejét, akkor, amikor éppen nem a kiállítóház vagy a Csekovszky Árpád művészeti alapítvány ügyeivel foglalkozik. Szabad idejemben vagy lengyelekhez járok, vagy a templomba, a nőszövetség, vagy netán olvasni hozzájárulok, vagy hát szervezem a dolgokat. Meg azelőtt kijártam Svédországba mindig hosszabb időre, de hát most ez a Covid, ez fölborított mindent, úgyhogy meg most már nem tudom. Tavaly voltam kint, de a fiamékkal. Csekovszky Árpádné mindemellett elárulta, véleménye szerint a hosszú élete a genetikai adottságokon túl úgy érhető el, hogy az embernek mindig találnia kell valami elfoglaltságot. A genetika is benne van, meg hogy a tornát tényleg, hogy nem hagytam abba, soha mindig igyekeztem, meg ez, hogy szóval mindig van elfoglaltságom. Mindig mondom, hogy a férjemnek köszönhetem, az Árpádnak. Mondom, jó, gondoskodott arról, hogy én nekem legyen munkám, azután is, hogy ő elment, de nagyon hiányzik, szóval borzat, ugye, mert állandóan a hangját hallom, vele foglalkozok, úgyhogy álmodok is vele, meg szóval, és én nekem ez nem teher, szóval a szeretet, vagy az a régi szerelem, mert szóval nem tudom, mi olyan régi módiak voltunk, úgyhogy vagy te, vagy senki. A születésnapi köszöntés a torta felvágásával és egy jó hangulatú beszélgetéssel folytatódott. Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot! Nagyon!